Én úgy gondolom, hogy nincs az, amikor ott voltunk Répcalakon, ott egyszerűen nem sikerült. Úgy gondolom, hogy jól fel voltunk készülve a meccsre, a játékosokra. Igazából náluk nem igazán változott annyira a keret, vannak rutinos játékosok, vannak fiatal játékosok is, de úgy gondolom, hogy nem kell tőlük tartani. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó mérkőzés lesz, nagyon küzdős. Igazából a véleményem az, hogy nekik is nagyon sokat számítanak a szurkolók, ugyanúgy, mint nekünk is, de úgy gondolom, hogy ez ettől most el kell tekintenünk, és ugyanúgy küzdeni a pályán. Úgy gondolom, hogy jelentősége mindig van, hiszen egy hazai környezetben készülünk, hazai pályán tudunk játszani, ez mégiscsak a szívünkhöz nőtt, illetve azért mégiscsak ott érezzük magunk mögött a szurkolótábort, hiába nem tudnak bejönni és részt venni a mérkőzésen, tudjuk, hogy távol ugyanúgy bíztatnak, és itt a csapat mellett állnak ugyanúgy. Nagyon nagy figyelmet fektetünk arra, hogy a beállót, tehát a beálló ne legyen pozícióba, ugye, és az a páros kapcsolat náluk szerintem nagyon erős, tehát mind a ketten nagyon rutinosak, és úgy gondolom, hogy így edzésre próbálunk mindig erre odafigyelni, és a védekezésre, azaz kilépni a lövőkre, a beállót megkerülni. Mi mindig nehéz mérkőzéseket játszottunk velük, talán annyira ez a játékstílus nekünk nem fekszik, amit ők képviselnek, mindig tudnak meglepetést okozni, vannak veszélyes játékosaik. De mindenféleképpen a védekezés lesz a kulcs. Úgy gondolom, hogy legtöbb meccsen szerintem a védekezés dönti el, mögötte ugye a kapus teljesítmény, és én úgy gondolom, hogyha fogunk figyelni erre a páros kapcsolatra, ugye a szélsőikre is, mert úgy gondolom, hogy rutinos szélsőik vannak, és fogunk erre figyelni a védekezésbe, akkor ugyanúgy tudunk abból gyorsan indulni, és gyors lerohanás gólokat is lőni. Igen, igazából a saját játékunkat fogjuk erőltetni, és bízunk abban, hogy a védekezési rendszerünk, illetve a védekezési rendszereink azok megfelelőek lesznek most a következő mérkőzésen, és próbáljuk gyors játékkal megbontani az ő védelmüket.